Kérdezni, csak akarom Králi néni, de jó tetszik megint kinézni. De jó van. Jó néz. Jó egészséget. Isten étesse sokáig. Köszönöm szépen. Hoztam egy virágot. Jaj, ide lerakhatom? Ilyen gyönyörű. Hát ez... A csomagot, de ezt csak itt elhelyezem valahol. Hova rakjam? Oda lehet a sarokba. Sarokba lerakom. És a legfontosabb, amit hoztam. Köszönöm. Miniszterelnök úr üdvözletét küldi 90. születésnapjára. Én vagyok a postása. Jaj, köszönöm szépen. Oda kerüldöm? Jó, akkor oda ülök. Viszont az orhideát áthelyezzük egy kicsit. Kári néni, ezt az orhideát áthelyezzük, hogy így, hogy látható legyen. Oda majd a másik szobában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mert akkor annak idején majdnem mindent megbeszéltünk. Hol született, hogy volt a család, mi egymás. Igen, ezeket igen. Már megbeszéltük, akkor annyit mondja, hogy azóta mi jó történt. Hát semmi olyan különös, Erikkel. Add oda azokat a papírokat, amiket abból majd a Tibor majd kihámozza, ha valamit akarnak írni, akár kihámozni egy-két gondolatot. Hát csak az elmúlt egy évben nekem megvan a tavalyi életrajz, minden. Jó. És akkor nem tanítóképzős? Itt a cinkotai tanítóképző. Igen, és ha jól emlékszem, Csömörön tetszett tanítani, nem? Igen. Vagy ott tetszett kezdeni, aztán és ugye... 10 évig ott voltam Csömörön, és utána kerültem Baross Gábor. Baross Gábor. Ami utána okmányiroda lett egy idő után. Bizony. Aztán tetszett menni, ha jól emlékszem, a Centibe. Így van. Igen. Ez Csömör. Ott nem szerettem lenni, nem? De... Hát az ilyen nagy modern. Az egy más volt. Az egy más világ volt. Itt ott szerettem lenni, hogy a... Ez volt a Baross Gábor utca. Na, akkor ezt nézzük. Nem. Mert ugye ezt most modernizálják, hallottam. Igen, bővítik ugye a hátsó részt, ami aztán, amikor elment az iskola, akkor utána nyomda volt. Ott építenek rá egy szintet, meg felújítják az egészet. Ez meg a Centi iskola majd. Húzzunk ide székeket, hogy a hölgy le tudjon ülni, jó? Köszönöm. Itt van már. Jaj, jó. Húgottan mennyi gyerek. És ott is volt tánccsoportom. Igen. És mikor voltunk a Ikarus kultúrházban, akkor aha, volt egy ilyen. Tessék megfordítani, ott van a fölírás rajta. Uh-huh. És ennek az az érdekessége, hogy ahogy én vettem a mintát, hogy hogyan, mit táncoltatok a gyerekekkel, uh-huh, akkor oda volt írva, hogy árva lányhaj. De sehol nem lehetett kapni árva lányhajat, és a szülőknek mondtam, hogy jó lenne szerezni valahonnan árva lányhajat. Mire szerepelni kellett, mindegyiknek ott volt, oda volt tűzve az árva lányhaj. Hát manapság ezt már nem lehetne, mert talán védett növény már az árva lányhaj, olyan kevés lett belőle. Mutasd meg a Centi iskolát. Pillanat, ja, ezt visszaadom, nehogy olyasmi itt összekeverődjön. Ez volt a Baross Gábor. Igen. Az meg a Csömör. Ez Csömör, és ez volt a Centi. Igen, ami a fővárosi. Nem, az a Csömör. Ez a Csömör? Igen, igen. Na akkor nézzük a kezdeteket. Ott voltunk azt hiszem. Hányan voltak egy osztályban? Tetszik még emlékezni? Persze, 35, 38, 40. Az igen. A Csömörön fiú osztály voltunk. Húha. Egyenes fiúk. Igen. Van az is valami. És hogy bírt a fiúkkal? Rendet tartott. Ez is itt, hogy hívják. Köszönöm. Ez a kollektíva? Ez a Csömöri. Csömöri tanárgyára. Nagyon jobbra van ott, jobbra látszik. Hát amennyire én látnám. Jobbról az üdvösor második? Megkapcsolja mindjárt? Nem, a szemüvegem, mert volna, hogy nem hoztam el, de... Itt van mindjárt megmutató. Nem, balról a második, nem ő az? Itt. Nem, állva, ő. Igen. Uh-huh. És én is hozom a szemüvegem. Szemüveg nélkül nem volt. Ez melyik is, ez itt kell? Ez a Centi, aha, hát ez már modernabb, igen, itt már neonvilágítás van. Igen. Persze, mindenben. Benne van ez a tavalyi cím. Nagyon szép, kis dobos nyakkendőben mindenki. Igen.
Na, pont ilyen volt a mi tablóképünk is annak idején. Csak mögöttünk a bordásfal volt. Igen, igen, a tornateremben volt biztos. Igen, igen, igen. Hát ugye én a Lemhényiben jártam, hogy akkor még csak Hősök fasora 30. Igen. De ez még a kék iskola. Igen, a Kiscenti. Kiscenti, ott voltak az alsósok. Az is működött, aztán az. Hány osztály volt akkor párhuzamosan a Centiben? Nagyon sok. Hát 9, illetve 80-ban 9 első osztály volt. És a 9 első osztályból volt egy, amelyik korrekciós első osztály volt, és 90 fős tantestület. Az igen. 9 vagy 91 néhány. Úgyhogy nagy intézmény volt. Először a Virág Zsuzsa volt. Majd amikor lesz egyszer egy ilyen kiállítása a kerület iskoláiról, akkor lehet jönni a képek. Jaj, nagyon köszönjük, sőt lehet, hogy könyvet is írunk a kerület iskoláiról. Vannak helytörténeti könyveim. Sok fiatal van, akik már idősebbek, de mégiscsak számukra mondjuk 50-60 évesen anyu egy legenda, mert ismerték, ugye, mint régi tanítónénit, a betűvetésre és a számolásra lelkesen tanította őket. Rengeteg farsang, mindenféle rendezvény szervezője. Olyan jól érezték magukat, a szülők is táncoltak. Igen, hoppá, azért az ritkaság számban ment, amikor egy bulin a szülők táncoltak. Anyák napja, sorolatnája, ami egy pedagógus életében. Sok vers, minden, ami hogy hívják, itt zsong a fülön. De jól emlékszem, ön is pedagógus. Igen, igen. Na, igen. Jól emlékszem. Hogy a legtöbben pedagógusok voltunk, meg a nők között többen voltak postamesterek, például a nagymamám is Csömörön volt, 1912-től 45-ig volt. 35 év, majdnem, 33. Akkor utána jött anyukám, úgy, és tudja, ki volt a jogtanácsosa a Csömöri postának? Na ki? A Tordi Gézukának a apukája. Tényleg? A színész Tordi Géza? Igen, igen, na, igen. Hát. Zuglóba lakta, és akkor mindig ő járt ki, mert jogtanácsosra szükség volt ugye minden postai hivatalnál. És akkor hát nagyon szeretett mindig Csömörre jönni, mindig mondta, hogy olyan örömmel jön ide, szerették a nagyapámat is, ő meg kántortanító, igazgató, kántortanító volt. A apai nagyapám is kántortanító volt, a nagyanyámnak az édesapja az meg Wagner János volt, Paláston, Ipolyság mellett, ott volt kántortanító, a nagymama meg postamesternő volt, szóval az egész família ilyen társaságból állt. Az összes nagynénike Pozsonyba, Győrbe, Cinkotára jártak tanítóképzőbe. Az igen. Ahol laktak, azon áll. És ez volt a Csömöri házunk. Ó, micsoda szép kis ilyen. Kétszintes ház. Na most ezt azért szeretném megmutatni, ez meg a nagymamáik háza előtt van. Majd a és a nagymamáik háza hol volt? Az is Csömörön? Csömörön, a Erzsébet utca 22 alatt. A háború után, tessék megnézni, hogy néztek ki akkor az emberek. Ez közvetlen a háború után volt. 45 másodban. Nem voltak vidámok, ez biztos. Hát, nem voltak. Ne voltak pusztulva. A háború az mindig utcá, a utcából, akik laktak, azok is oda jöttek, és hogy őket is fényképezzék rá. Mert ott ilyen viszony, hát akkor még ez nagy kurázom volt. Olyan viszony volt, hogy hát ott nem volt ilyen, hogy gátlás, vagy valami. Mindenki szerette, tisztelte egymást. Én ezért szerettem Csömör. Ez meg a mi házunk a utcai frontról. Na most jöhet a Baros Gábor. Jó, és na, igen. Na, mi még fiatalok vagyunk. Mi hát még persze, nem de még gyerekek hozzám képesszük. Na, tehát mi a hosszú élet titka? Mit? Mi a hosszú élet titka? A véletlenség. Tényleg? Igen. Nem lehet tudni előre, ki fog hosszú életet élni? Nem. Hát én annyi mindenen átmentem, amikor a bombázások, a háború, amikor hát bejöttek az oroszok, akkor a
mivel a nagypapa kántor tanító is volt, akkor a plébános úr azt kérte, hogy a kedves kántor uram, a Vácrátóti szobákot, hát ugye Csömörre három nyelven kellett bemutatkozni, magyarul, tótul és vávul. Na és amikor hát mondta, hogy kedves kántor uram, azt köszönöm. Szeretném, ha a családjával együtt a plébánia pincéjébe húznák meg magukat. Hát aztán ez úgy is volt, hogy hát akkor az a nagymamáék is, meg mi is, akkor oda mentünk a plébániára, és ott voltunk, ott vészeltük át a frontot, igen. A frontot, és akkor hát arra a jelenetre emlékszem a legjobban, hogy volt egy fiatal ember, Munger, az is fel volt, Munger, Miki szalad be, plébános úr, jöjjön a kerítéshez, most jönnek be az oroszok. Hát aztán nagy férve oda mentünk, itt volt országútnak mondjuk, itt a templom, és itt volt ezen az oldalon a parókia, és akkor hát ugye mentünk oda a kerítéshez, és a következő jelenetet láttam. Azt megjegyeztem, hatos sorba, hosszú, mit tudom én, 10-12 sor állt így mögöttük, jöttek be ilyen félve, szürke, egyenruhában, ilyen kozák sapka volt rajtuk, mindenfelé néztek belefelé, és a Miki meg azt kiabálta, hogy plébános úr, nem kell félni ezektől, nem bántanak ezek senkit. No, aztán este aztán bántottak. Tényleg? Az egész faunk. Igen, azt tetszett mondani, az a hosszú élet titka, hogy így fordítottam rá, hogy a szépre tetszik mindig emlékezni, meg a jó dolgokat. Jaj, Istenem. Várj, Dorin, csokra. Nagyon vigyázzon magára, jó? Jó egészséget.